Tarna Szent Márián vagyok. Tarna Szent Mária arról nevezetes, hogy az ország talán legrégibb keresztény temploma itt van. Nyilván ez is pogány áldozó hely volt. Azért gondolják, nem csak az építészete miatt, mert ha megnézed, akkor ez tényleg egy árpádkori templom. A falazata, az építészete az is teljesen árpádkori. De azért gondolják, hogy a legrégebbi, mert Abba Sámuel volt ennek a területnek a gazdája, és Abba Sámuel vette feleségül Géza nagyfejedelem egyik lányát. Ebből aztán tényleg következtetni lehet arra, hogy ez a kereszténység első templomai között való. A másik különössége, hogy megmaradt eredeti formájában, ezt valami miatt nem rombolta le a török. A Máriuknak egy olyan szakasza ez, amelyik a főútvonalán, a Máriacell-Csíksomlyó főútvonalon van. És itt, hogyha el tudunk egy kis időt tölteni, megérezzük annak az ezer évnek is az üzenetét, hogy Magyarország területét a kard foglalta el, de a magyarokat a kereszt tartotta meg. Ilyen gondolatokat ad nekünk a Mária út. Ilyeneket is túl azon, hogy ez a táj, ez gyönyörű. Ez Istenre figyelő táj.